Köszöntöm nézőnket! Tegnap a napi egyenlőséggel beköszöntött a tavasz, és ennek megfelelően a hétvégén úgy látszik, hogy ez meglendítette a baranyai csapatokat, mert jó részt baranyai sikerekről tudunk beszámolni. Lássuk a nap fontosabb híreit. Kitűnően rajtoltak a pécsiek a kosárlabda bajnokság rájátszásának első fordulójában. A férfiaknál a Matáv Pécs 88-61-re verte a soproni ászokat, a PVSK Mizó pedig az OSC közgáz felett diadalmaskodott 90-52 arányban. A Matáv Pécs ma játssza a második mérkőzést idegenben. A találkozóról a Pécs TV felvételt készít, a Fordanzengő Rádió pedig 18 órától élőben közvetíti. A labdarúgó NB1-ben a PMFC Szolnokon 2-1 arányú vereséget szenvedett, annak ellenére, hogy Tarlósi nagyszerűen szerepelt. A pécsiek kapusa a 33. percben egy 11-est hárított. A Komló-Szeged találkozó elmaradt, mert a szegedi csapat nem jelent meg. Az alföldi gárda a visszalépést fontolgatja. A Komló a 3 pontot minden valószínűség szerint megkapja az MLS-től. Az asztali tenisz NB1 A csoportjában megyei rangadóra került sor. A Peac a Harkányt fogadta, és az egyetemisták 10-8-ra nyertek. Ez egyben azt is jelenti, hogy jövőre az országban egyedülálló módon két baranyai csapat is indulhat a legfelsőbb osztályban. Befejeződött Szófiában a Short Track világbajnoksága. A versenynek két pécsi résztvevője is volt, Knok Balázs egyéniben, Szabó Krisztián pedig váltóban indult, de egyikük sem jutott a legjobb 16 közé. A Vestel Press jelentése szerint parádés játékkal győzött előkészületi mérkőzésen a magyar női kézilabda válogatott Németország ellen. A Szekszárdon lejátszott találkozó végeredménye 31-25. Új világcsúcs született a Calgaryben zajló gyorskorcsolya bajnokságon. A verseny férfi 3000 méteres számában a kanadai Steven Elm állította be az új rekordot 3 perc 45,23 másodperces idejével. Pénteken jutalmazta a Baranya megyei közgyűlés a megye kiemelkedő sportolóit és sportvezetőit. Az ünnepélyes díjkiosztóra stábunk is ellátogatott. A Baranya megyei közgyűlés a szakszövetségek vezetőinek véleménye alapján minden évben megjutalmazza azokat a sportolókat, akik sportágokban valamilyen kiváló eredményt értek el. Ezek erkölcsi elismerések, és gyakorlatilag itt lehetne a csillagos ég is a felső határ. Szívem szerint egyre több díjat kell kiadnunk az elkövetkezendő időszakban, jelen pillanatban 30 sportolót, edzőt és sporttámogatót díjaz Baranya megye önkormányzata, szigorúan a szövetségi szakemberek javaslatai alapján. Ki végigkísérhette az ez évi díjazásokat, akár Pécs megye jugvárosánál, akár a Dunántúli napló díjazásába, azt hiszem, hogy minden sportág képviselteti magát. Hogy telnek az úgynevezett holt szezon napjai most evezésben Mohácson? Hát már nincsen holt szezon, mert az alapozásnak most vége van, de már beléptünk már körülbelül 2 hete a vízi felkészülésbe, mert járogatunk vízre, mert nekünk 2 hét múlva már hosszú távú verseny következik, úgyhogy nincs megállás. Mennyi idő az, amire fel lehet készülni egy versenyre? Tehát mi a következő verseny? Következő verseny április 3-án lesz egy hosszú távú verseny, ami 6 kilométeres, egy ilyen üldözéses verseny. Te, aki annyi címet nyertél már, milyen hajtóerő lehet még mondjuk az evezésben számodra? Hát idősebb korosztályban is ilyen eredményeket elérni, amiket kiskoromban. Azért akkor már nehezebb. És mondd, sokat jelent-e az embernek, hogyha ilyen ünnepségeket rendeznek, ahol elismerik a munkáját? Persze, természetesen, hát nagyon sokkal jobban dopingol, hogyha elismerik azt, amit csinálnak. Tehát tudom, hogy most ezt megcsináltam, és meg is van az eredménye. Tehát valahol megköszönik. Mondjuk magam miatt csinálom, de azért jól esik. 95-ben, mikor visszajöttem Magyarországra újból, elkezdtünk egy teljesen nulláról egy vívó szakosztálynak, illetve egy vívó szakcsoportnak az építését, mert gyakorlatilag a Peachoz szeretnék mindig is csatlakozni és kapcsolódni. És itt egy 3 éves munka eredménye ért be múlt évben, úgyhogy 6 ifjúsági első osztályú vívónk lett. Lett egy országos újonc bajnokságon egy második helyezett Stammer Anna Máriánk, egy Kovács Dávidunk, aki 5. helyezett volt az újonc magyar bajnokságon, és a gyermek korosztályban Varga Józsi volt még 5. a magyar bajnokságon tavaly. A
Összességében 6 darab ifjúsági első osztályú vívónk lett, gyakorlatilag 3 év munkájával, nagyon nagy szülői segítséggel és erőfeszítések árán fel tudtuk szerelni a vívóinkat. És természetesen nincs megállás, folytatódnak a Diákolimpia küzdelmei. Mi most ezúttal a kosárlabdázók városi döntőjéről nyújtunk egy beszámolót. A városi Diákolimpia kosárlabda döntőjéből a társi lánycsapatát kiemelték, így az esélyes lányok lemondtak az aranyéremről. Az ok, a csapat túl jó, így a várható több tízpontos különbség elkerülése véget, a lányok a következő megmérettetésen vesznek részt. A lány és fiú csapatok felváltva vonultak pályára. A lányoknál ott 6-os kör volt, de hát ennek a fiú meccseknek is már szeptember óta van előzménye, tehát a folyamatos mérkőzések után ma fog eldőlni, hogy ki az a két csapat, aki közvetlenül bekerül a megyei döntőbe, és a tulajdonképpeni harmadik helyezett, az pedig egy elődöntőn keresztül még szintén bekerülhet a döntőbe. A megyei döntő első helyezettje jut be a területi versenyre, s ha ott is jól szerepel, egyenes az út az országosra. 11 éves korom óta kosaraztam, azelőtt inkább fociztam, de utána egyszer játszottunk a társi ellen, és az edző meghívott, mert látta, hogy jól játszom, és akkor azóta itt játszok a társiban. Édesapád is kosarazott. Igen, 11 évet játszott az NB1-ben, jó játékos volt. Most hogy álltok, milyen eséllyel indultatok, és milyen eredménnyel tartotok most? Hát most jó esélye, és jó esélyeink vannak, de reméljük, hogy bejutunk az országos döntőbe, itt játszunk Pécsen. A fiú csapatokhoz képest a lányok általában lassabban, játékosabban kosaraznak, ez a Diákolimpia döntőn sem volt másképp. Mikor és hol, kinek a vezetésével kezdtél el kosárlabdázni? 4. koromban kezdtem el kosarazni, és Kamarás Zoltán. Most melyik csapatban játszol? Társba. Milyen eredményeitek vannak eddig most ezzel a mérkőzéssel, hol tartotok, hogy álltok? Hát én most itt a 2. gyakorlóval játszom, és a 2. helyen. Késő délutánra kialakult a döntő végeredménye, így lányoknál első a magyar-német nyelvű iskolaközpont A csapata, 2. a JPTE 2. számú gyakorló iskola, 3. a belvárosi, 4. a JPTE 1. számú gyakorló iskola, 5. pedig a magyar-német nyelvű iskolaközpont B csapata. Fiúknál első a társi, 2. a Bánki Donát utcai iskola, 3. az Árpád fejedelem, 4. a Mezőszélúti, 5. a Vasasi, 6. pedig a Fehérhegyi iskola lett. A kosárlabdázók után a kézilabdásokon van a sor, a városi döntőre náluk ma délelőtt kerül sor, erről is be fogunk majd számolni önöknek. A déli hírórában a Pécsi Lövészklub két ifjú tehetsége lesz a vendégünk, akik nemrégiben egy világversenyen is részt vettek, este pedig összefoglalót láthatnak a Matáv Pécs Soproni Jászok kosárlabda mérkőzésről. Én ezzel búcsúzom, a viszontlátásra!